Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a 42 incses OLED TV-ről szeretnék pár szót, kezdjük a távirányítóval. Azért ezt először, mert igazából ez változott a legkevésbé, ugyanúgy megtalálható rajta minden, ami az előző távirányítón is rajta volt, és ugyanaz a funkciója, menjünk is tovább. Szóval maga a tévé tulajdonképpen ugye egy 42 incses, 102 centis, ugye OLED, HDR, 10 bites, 1 millisekes válaszidejű G-Sync, FreeSync támogatással ellátott TV, ami hát tulajdonképpen ugye a csúcs, amit most jelenleg lehet kapni, én nagyon szeretem. Ugye itt van egy ilyen Game Optimizer mód, ami ugye beléptek, akkor ugye a 16.9, akkor a 21.9 és a 32.9-es képarányt is támogatja. Hát annyi, hogy ugye most jelenleg a 32.9-es az még valamilyen nem működik nálam normálisan, de lássuk a játékot. Amit láthatjátok, brutális képe van, most megmutatom nektek a Division 2-t, hogy hogyan néz ki. Ami nagyon fontos egy ilyen tévénél, ugye a kimenetek, ugye láthatjátok, van 4 darab HDMI 2.1-es 4K 120 Hz-es kimenet, illetve további TV kimenetek és USB is, hát ha valaki néz ugye tévét. A talpról voltak problémák, illetve mondták az emberek, hogy ez milyen gagyin néz ki, hát nem tudom, nekem ugye a talpa is tetszik, és pontosan megfelelő magasságban van. Hogy szeretnék itt megmutatni ugye az új menü, ami igazából, hát olyan, amilyen, én nem nagyon rajongok érte, nekem az előző tévémen is, ami menü az ugye egy régebbi tévé, azon jobb volt, hát most kinek mi jön be, viszont tényleg gyors. Ami viszont tök jó ebbe a tévébe, hogy amellett, hogy ugye itt láthatjátok, hogy 4K, 120 Hz, és mindezt ugye 10 biten RGB-vel, az mindemellett, ugye, hogy persze G-Sync-es is, hogy ha beléptek a tévén, van egy olyan, hogy GeForce Now, itt most már bele van integrálva, és ugye itt nem kell semmilyen PC ahhoz, hogy ti tudjatok játszani, hanem csak beléptek ide a tévén keresztül, csak egy kontroller kell hozzá, vagy egy billentyű egér, és működik. Na, itt meg ugye látjátok a képmódokat, amit ugye itt váltogatok, hát igazából mindenki, ugye ez abszolút emberfüggő, ki mit preferál jobban. Nekem nagyon bejön ugye a Vivid is, de ettől függetlenül ugye annak nagy a válaszideje, hogyha a Game Optimizer az sokkal jobb mondjuk egy lövöldözős játéknál, de én például szeretem a Filmmaker módot is, amikor dolgozok rajta, nem terheli annyira a szemet, úgyhogy szerintem teljesen jó. Sokan kérdezték, mennyire zavaró, hát én ennyire ülök tőle, amit láthatjátok, szerintem egy teljesen optimális távolság, de nem tudom igazából, ezt nektek kell tudnotok, hogy mennyire érintitek ez a monitor vagy tévé. Igazából ennyi lenne ez a videó, hogyha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!